Három hét múlva vége az iskolának, kezdődik a táborszezon. A legkeresettebbek a kalandtáborok, de népszerűek a sport és katonai táborok is. Idén jelentősen 20%-kal drágultak az egyhetes nyári programok. Ezzel együtt azonban egyre jobb minőséggel várják a gyerekeket. Buli, tánc, sport, vetélkedők, strandolás. Az egyik legnagyobb magyarországi táborszervező cég balatoni táborában készültek ezek a felvételek tavaly. Évről évre folyamatosan nő a táborozó gyerekek száma, ezzel együtt a kínálat is egyre nagyobb. Kalózostól a hercegnősön keresztül a klasszikusabb idegen nyelvi kézműves vagy lovas táborokon át a ninja táborig. A táborfigyelő.hu vezetője szerint hatalmas a választék, csak a pénztárca szabhat határt. Az árak az elmúlt évek stagnálása után most 10-20%-kal nőttek. Egyhetes elfoglaltságok már 10 000 forinttól is vannak, de egy komolyabb nyelvi tábor a Balatonnál 4 csillagos szállodában akár 250 000 forintba is kerülhet. Az idei évben a kalandtáborok a legnépszerűbbek, őket a sporttáborok követik, és az idegen nyelvi táborokat a tavaly még extrém újdonságnak számító katonai táborok előzték meg, úgyhogy ők lettek a harmadik legnépszerűbb táborok. Ezekben térképészeti, harcászati ismereteket tanulnak a gyerekek. Az elmúlt években sok előnyös változás történt a táborpiacon, többek között javult a minőség, a programok és a szállások tekintetében is. Azt látjuk, hogy tényleg nagyon nagy az igény a színvonalas táborokra. Kitka András és csapata már 10 éve foglalkozik gyerekek táboroztatásával. Náluk akár golf vagy szörf táborok közül is lehet választani. Azt mondja, ahhoz, hogy minőségi programokat tudjanak nyújtani, fontos, hogy minél több felkészült tanár legyen a gyerekekkel. Nekünk az a filozófiánk ezzel kapcsolatban, hogy a gyerekek programját minél sűrűbbre és minél élvezetesebbre pakoljuk tele különböző programokkal reggeltől estig, aminek az egyik eredménye, hogy nyilvánvalóan a gyerekek el fognak fáradni egy kicsit a hétvégére, viszont meg tudjuk nekik azt mutatni, hogy érdemes félretenni a telefont. A táborozó gyerekek átlagos életkora 10-13 év, de nem ritka, hogy 2-3 éves gyerekeket is beadnak napközis táborba a szülei. Egy általunk megkérdezett pszichológus szerint a táborok legtöbbször jó hatással vannak a gyerekekre, de fontos, hogy csak olyan táborba küldjék őket, ami nekik is tetszik. Válaszunk bármilyen tábort, a gyereknek a személyiség fejlődésére pozitív hatással van, hiszen az önállóságra neveli, ez lesz az alapja a későbbi felnőttkori felelősségvállalásnak. A táborhelyek többsége már szinte mindenhol betelt, de szakemberek szerint érdemes nézelődni, hiszen a lemondások miatt bármikor felszabadulhat egy-egy hely.